Das Akkordeonfestival, das in fünf Kirchen eine lange Tradition hat, wird im Oktober stattfinden. Die Vorbereitungen auf das Festival können nicht früh genug beginnen und die Proben mit den Kindern laufen bereits seit August. A 8. Pécsi Harmonika Fesztiválra készülünk, itt a Lénau házban, mégpedig egy olyan projekttel, hogy szeretnénk egy kis zenekart létrehozni, ami arról szól, hogy az általános iskolás alsó tagozatos gyerekeket is bevonjuk a fesztivál programjába, illetve a műsorba, hiszen egyik egy ifjúsági zenekarunk volt, ami azt jelenti, hogy inkább a felső tagozat, gimnazista korosztály vett benne részt, és most szeretnénk, hogy a kisebbek is szerepet kapjanak. És szeretném megköszönni a Lénauház támogatását, hogy ezen a héten biztosították itt nekünk a próba helyszínét. Kinder aus dem Komitat Branau kommen zu den Proben nach Fünfkirchen. Den ganzen August über und bis zum Beginn des Schuljahres werden sich die Lehrer mit den Schülern weiter vorbereiten, denn ein Orchester aus Grundschulkindern hat es noch nie gegeben. Igen, ezen a héten kezdtük, így augusztus közepén, és hát innentől kezdve folyamatosan, ahogy indul a tanév, erre fogunk készülni, a kis zenekarral, illetve a Baranya megyei ifjúsági zenekarral is. A gyerekek több Baranya vármegyei településről érkeznek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hangszert, a harmonikát népszerűsítsük, emellett a német nemzetiségi hagyományainkat is továbbadjuk a gyerekeknek, és ezeket koncertekkel is fellépjünk. Die Kinder können dank der vier hochqualifizierten Lehrer Musik auf hohem Niveau lernen. Igen, összesen négy harmonika tanár dolgozik. Kémindi Tamás, a Pécsi Liszt Ferenc zeneiskolából jöttek növendékek, illetve Unstetter Ervin, ő a Himesházi, illetve a Mohácsi zeneiskolából, és Adócki Aranko, ő pedig a Bói zeneiskolai növendékeit hozta, és jó magam Durovics Dóra, én is a Pécsi Liszt Ferenc zeneiskolából, illetve a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolából hozok növendékeket. Das Ziel ist, die Traditionen weiterzugeben und die nächste Generation zu erziehen, sagt Dora Durovic. Glücklicherweise ist dies nicht nur das Ziel der Lehrer, sondern auch das der Eltern. In diesem Jahr spielen 24 Kinder in dem kleinen Orchester mit, was sich positiv auf die Gemeinschaft auswirken kann. Szeretnénk, mindenképp fontos, azért is a kiszenekar, hogy az utánpótlást kineveljük, illetve hogy tovább vigyék magának a hangszernek a hagyományát, illetve a nemzetiségi hagyományokat is. Hát különböző nyári táborokkal készülünk, és amint elkészülnek a darabok, ezt rengeteg gyakorlás is próbálőzi meg, akkor szeretnénk részt venni, hát Baranya vármegyében a különböző településeken is, akár műsorokkal, koncertekkel. Most jelenleg a kis zenekarban 24 növendék van, és nagyon lelkesen jöttek a nyári hűségben is a próbákra, úgyhogy ez nagyon biztató. Úgy gondolom, itt nagyon fontos a tanár szerepe is, tehát mi is igyekeztünk nagyon motiválni különböző programokkal, közös táborok, nagyon fontos minden négyünknél a közösség építés, a hagyományoknak a megőrzése, és hát itt a család szerepe is, a szülőknek a szerepe, hiszen ők hozzák el a próbára, és táplálják a zenei oktatást és a hagyományokat is. Mit dem kleinen Orchester bereitet man sich auf das Akkordeonfestival mit ungarndeutschen Stücken vor, haben aber auch viele Überraschungen auf Lager. So werden alle Altersgruppen dieses Programm genießen. Sok meglepetéssel is készülünk. Ezen a héten német nemzetiségi dalokat írtam át, és hát reméljük, hogy az októberi Harmonika Fesztiválra elkészül. Október 21-től kezdődik maga a Harmonika Fesztivál, rengeteg koncerttel, érdekes programmal, és október 27-én lesz a Kodály Központban a záró koncert, amelyre várunk mindenkit szeretettel.
Im Rahmen der einwöchigen Veranstaltungsreihe des Akkordeonfestivals werden die Interessenten an mehreren Orten in der Stadt mit Programmen erwartet. Der Abschlussabend findet im Kodály-Zentrum statt, dieses Jahr am 27. Oktober.